Kedves nézőink, sok szeretettel köszöntöm Önöket. Önök a Tapolcai Városi Televíziós Sportmagazinját látják. Jó hangulatú sport és családi napot tartott a TIAC VSL labdarúgó szakosztálya a Bauxit sporttelepen. Nagyon hosszú és kimerítő sportszezon után van túl a Tapolcai Fiak Sportegyesülete, ami egyaránt fárasztó volt játékosnak, edzőnek, sportvezetőnek, de hál' Isten sok jó eredmény született, egy igazán sikeres szezon tudhatunk magunk mögött. Ha az eredményeket felsorolhatom, akkor a felnőtt csapat egy negyedik helyezést ért el a megyei első osztályú bajnokságban, ami a tavalyihoz képest is egy helyen előrelépést jelentett. Igazából a bronzérem volt megcélozva, nagyon kevés hia volt, de benne maradt a srácokban egy pont hiány, vagy két pont hiány ez a szép érem. Viszont kárpótolt bennünket az ifi csapat, az U19-es bajnokságban aranyérmet szerzett és megnyerte a bajnokságot. Az U16-os csapatunk szintén nagyon szépen szerepelt, ezüstérmet szerzett, második helyzet lett a megyei bajnokságban, valamint a futsal bajnokságokban az utánpótlás korosztályaink, a 9 évesek szintén egy aranyérmet szereztek. Úgyhogy nagyon sikeres volt, és mondhatni fárasztó szezon után ezt a családi napot megszerveztük, amit most már hagyományosan minden évben igyekszünk így a szezon zárásaként megcsinálni. Itt már a jókedvé és a kikapcsolódási és szórakozási a főszerep. Az eredményeket, amiket felsoroltál, ez mind magukért beszél, és ez nem azt jelenti, hogy csak hétvégén, hanem hétköznap is elfoglaltságot jelent a fiataloknak, hiszen edzésre járnak. De a TIAC-ra jellemző az is, hogy ezek mellett az edzések, mérkőzések mellett szabadidős programokat, közösségi programokat is szerveztek. Legutoljára egy válogatott mérkőzésre látogattatok el Budapestre. Így van, az MLS jóvoltából a magyar angol zárkapus mérkőzésre 14 éven aluli gyermekeket beengedtek, illetve jegyeket biztosítottak nekünk, illetve az országban minden 14 év alatti gyermeknek, és mi is elvittünk egy buszra való 9-10-11-12 éves gyermeket, akiknek óriási élményt jelentett ez a mérkőzés, a hangulata is, illetve hát az, hogy egy sikeres győzelemmel jött le a pályáról a magyar válogatott. Ezen kívül tervezzük, hogy az ősszel majd Dunaszerdahelyre is ellátogatunk, és elviszük a kicsiket egy hangulatos dac mérkőzésre. Hogyha itt az ember körbenéz ezen a családi napon, azt látja, hogy szülő gyerekkel együtt jól érzi magát, és azt gondolom, hogy ez nektek talán hitvallásotok is, hogy a családként, egy nagy családként tekintsetek a TIAC közösségére. Milyen programokkal vártátok ma ide őket? A mai programunk is a korábbi évekhez hasonlóan játékos sorversenyekkel, 11-es rugóversennyel, dekázóversennyel tarkított, illetve a felnőtteknek, szülőknek pedig a bográcsban történő főzés a feladatuk, hogy a sportban, a játékban kimerült gyerekeket meg tudjuk hívni, illetve saját magunkat ebéddel ellátni. Ezen kívül légvárat hoztunk, és a kicsik azt is használhatták. Hamarosan elkezdődik, most már ki is tört a nyári szünet, a vakáció. A gyerekek mennyi szabadidőt kapnak most, mikor kezdődik el újra a munka, edzésre, mikor kell jönni először? A bajnoki szezonban játszó csapataink korábban elkezdik majd, a felnőtt csapat már az alapozást július 10-e körül elkezdi. Nyilván nekik hosszabb időre van szükségük, illetve hát korábban kezdődik a bajnokság ott augusztusban. A kisebb korosztályoknál a nyári szünetet mi is meccsben tartjuk, tehát igazából szeptember elején találkozunk újra velük itt edzésen. Megtartotta hagyományos évzáró összejövetelét a Tapolcai Öregfiúk FC is. Az eseményen került sor a bajnoki címért járó érmek és kupák kiosztására is. Igen, hát ősszel nagyon jól sikerült rajtunk, hiszen az összes mérkőzés közül csupán egy döntetlent értünk el, a többi mérkőzést megnyertük, és ennek ismeretében vágtunk neki az új szezonnak. Sajnos aztán komoly sérülések jöttek közben nekünk tavasszal, ugye ebbe a korban azért már a társaság zömének a sérülései lassan gyógyulnak, és komoly hosszú sérülések akadályoztak bennünket, meg az ellenfelek is jobban fölkészültek, mint tavasszal, vagy ősszel, de ez nem okozott azért olyan nagy problémát, hiszen végeredményben azért 6 pont előnyen nyertük meg a bajnokságot, úgyhogy egy vereséget szedtünk még össze az őszi veretlenség mellé.
bár öreg fiúk a név, és hogyha az átlag életkort nézzük, akkor tényleg idősebb emberekről van szó, szóval azonban a fiatalitás talán most jót is tett, hiszen Bálint a góllövő listát vezeti, vagy vezette, az ott az élen végzett, és talán ez egy lendületet is adott újból a csapatnak. Igen, hát végül is sokat jelentett a Bálint fiatalságát. A 29 éves, azért a futballban már az már egy nagyon érett kor, és hát ő tulajdonképpen a nagypapa révén került a csapatba, mert a Gyevnár Kálmánnak az unokája, aki mindig szerette volna idehozni, és mondtuk, még várjon, egy kicsit még várjon, érjen a gyerek. Hát úgy tűnik, hogy beérett, mert fegyelmezetten és jól futballozott. Végre lett a bajnokságnak pár héttel ezelőtt, azonban nálatok a munka nem állt meg, hiszen mentetek és meghívásoknak tettetek eleget. Igen, hát közvetlenül a bajnokság után az egyed rancson tartottunk egy nagyon jó évzárót, ahol szakmailag kibeszéltük a történteket, utána pedig eleget tettünk két külföldi partnerünk meghívásának. Először Marcelházán voltunk, ahol négy csapat közül a második helyezést értük el. Úgy lettünk második, hogy a házigazdáktól 1-0-ra kikaptunk. A következő tornán, a múlt hétvégén pedig Paton voltunk, már hatodik alkalommal a Pati tornán, ahol három csapat közül az első helyen végeztünk, és most pedig van ez a éremkiosztó családi összejövetel, utána lesz egy kis pihenés, ezt augusztus elején kezdjük újra. Tudni azt a Tapolcai Öreg Fiúk FC-ről, hogy hagyományőrzés a szívügyének tekinti azt, hogy a hagyományokat őrzi, és meghívja azokat a játékosokat, illetve azokat a csapatokat, akikkel hosszú éveken keresztül tartotta a kapcsolatot. Idén-nyáron jönnek-e ide Tapolcára? Igen, hát augusztus 20-án lesz a 24. Tapolca kupa, amelyet a Tapolca önkormányzat, a Tapolca Kft-vel közösen szervezünk, és erre a Horvátországból az Umag csapata, illetőleg két szlovákiai magyar csapat, a PAD és a Marcelláza csapata érkezik. Az előbb beszélgettünk az edzővel, és azt mondta, hogy megérettél arra, hogy az öreg fiúkban szerepeljél, és hogy nagypapádnak köszönhető az, hogy a csapatban végre szerepelhettél, és egyből gólkirályi címet is szereztél. Milyen érzésekkel töltesztél? Jó érzésekkel tölt el, de ilyen csapatban azért könnyű gólkirálynak lenni, tehát hogy nagyon sokat köszönhetek nekik. Úgyhogy jól érzem magam, öreg fiúnak még nem érzem, de nem mondhatok semmi rosszat, tehát minden. Elmondta Gyula bácsi azt, hogy 29 évesen egy új lendületet adtál, fiatalitást a csapatnak. Erőlétben tudtál esetleg segíteni nekik, hiszen, mint tudjuk, a személyedzőként is dolgozol. Igen, hát nyilván a foci tudással is sokat, de szerintem azért az erőléttel igen. Tehát előre vágták fuss utána, csak be kellett passzolni, úgyhogy nem volt nehéz dolgom, de mondom, tehát a csapatnak sokat köszönhetek ezzel. Nagypapád példakét is állhat előtte, és nyilván áll is, hiszen ő volt a legidősebb igazolt játékos Magyarországon, még a visszavonulása pillanatában. Neked céle ez, hogy ezt a rekordot esetleg eléred, vagy megdöntsed? Ezt majd az idő eldönti, nyilvánvalóan nagyon-nagyon büszke vagyok rá, úgyhogy rajtam nem múlik. Negyedik alkalommal rendezték meg az Olimpiai Reménységek tornája elnevezésű sakversenyt a Tamási Áron Művelődési Központban. Tisztelt polgármester úr, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves gyerekek! Ma már viszonylag megszokott dolog az, hogy egy felnőtt segítséget kér a gyerektől, akár mobiltelefonról, akár számítógépről van szó, hiszen a mostani nemzedékek adott esetben már sokkal több tudással rendelkeznek ezekről a dolgokról, mint mi, akik már kifelé ballagunk itt, legalábbis az aktív éveinkből. De mielőtt még a számítógépek és a mobiltelefonok kora beköszöntött volna, volt egy tevékenység, ahol gyerekek vígan verhették a felnőtteket, mert az életbölcsesség nem az évek múlásával adatott, hanem kombinációs készség, stratégiai készség, tehetség révén, és ez volt a sakk. Én magam csapnivaló sakkozó vagyok, ebből adódóan nem tudok példaként ideállni elétek vagy önök elé, és azt mutatni, hogy így kell ezt csinálni, de Tapolca tud valamit, ami miatt most már évtizedek óta ott van, nem csak a magyar sakkvilág, de a világ sakkvilágának élvonalában is. Az egymás követő nemzedékekben mindig újabb és újabb kimagasló sakkozók kerültek elő, akik az egész társadalom számára és Tapolca város számára is dicsőséget szereztek. De a sakk nem csak azért jó, mert egy közösségnek a hírnevét, a dicsőségét öregíteni lehet, hanem azért is, mert olyan egyéni készségeket fejleszt, amely mind a matematikai, mind a stratégiai, de akár az empatikus érzések révén is teljesebbé, egészebbé teheti az emberi személyiséget.
Nem véletlen, hogy számos olyan erőfeszítés történt már, amely a sakkot, mint tantárgyat akarja bevezetni a képzésbe, amely úgy gondolja, hogy éppen ezáltal, a horizontális készségek fejlesztése által a sakk nem csupán egy sport, nem csupán egy szabadidő tevékenység, és nem csak egy stratégiai játék, hanem egy olyan tevékenység, amely hozzájárul ahhoz, hogy egészségesebb, boldogabb és teljesebb közösségekben egészségesebb, boldogabb és teljesebb személyiségek jelensenek. És örülök annak, hogy itt lehetünk Tapolcán, amelyik ennek a törekvésnek, ennek a sportnak az egyik fővárosa, mint említettem, nem csak magyar fővárosa, de a világ egyik jelentős központja is. Úgyhogy azok a fiatal sakkozók, akik ide most eljöttek, hogy megméretessék a tudásukat, a legjobb helyen vannak, hiszen a sakk egyfajta szentélyében vannak. Én mindenkinek kiváló szórakozást, nagyon jó versenyzést, és azt kívánom, hogy mindenki találja meg a mai napban az örömét, illetve a jövőbe vezető útjának egy újabb lépését tehesse meg. Szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit, miniszter urat, rendezőket és minden megjelent versenyzőt. Az én dolgom annyi, most már csupán, hogy köszöntök a hozzánk látogatókat, és örömömet fejezem ki, hogy a vidék sakkbástyáját, a vidék egyik sakkvégvárát meglátogattátok, és itt egy komoly versenyen vesztek részt. Mindenkinek jó szórakozást kívánok, sportszerű küzdelmet, és bízom benne, hogy sokan kellemes élményekkel távoztok ebből a városból, szülőkkel együtt, nagyszülőkkel együtt visszalátogatok hozzánk, hiszen oly sok minden látnivaló és élvezivaló a Tapolcán, remélem, hogy a sakkon kívül mindenki megtalálja az érdeklődésnek megfelelő érdekességet, látogassatok meg minket minél többször. Köszönöm, hogy eljöttetek! Nekem személyes családi kötődéseim is vannak Tapolcához, ezért aztán mindig nagy öröm, amikor jöhetek ide, és egy különleges lehetőség, meg egy különleges érzés mindig. De nem ez a fontos, hanem az a fontos, hogy a sakkhoz hogyan kapcsolódik Tapolca. Nyilván a múlthoz való neki támaszkodás nélkül nem fogunk építeni szép sakk jelent és szép sakk jövőt. Mindig meg kell becsülni azokat az értékeket, azokat a hagyományokat, amelyet egy városnak a sakk élete hordoz magában. És kevés olyan város tudnék felsorolni Magyarországon, ahol ekkora hagyományai vannak a sakknak, mint Tapolcának. Úgyhogy öröm, hogy a fiatalok itt vannak ebben a városban. Egy kicsit talán egy-egy ilyen verseny alkalmából tanulnak is abból, hogy milyen volt a Polca sakk történelme, és hogyan becsüli meg ez a város a sakkozóit, mint ahogy minden más sportolóját. Úgyhogy amikor megnyitót, vagy köszöntőbeszédet, vagy éppen mint most záróbeszédet mondok, akkor nyilván mindig kiemelem azt, hogy Tapolcán mennyire fontos a sakk, és mennyire fontos a sport. Két nehéz év után, amikor online versenyekre kerül sor, most hál' Istennek személyes jelenlét mellett lehet versenyezni. Egy sportnak a jövőjét mindig az utánpótlás mennyiségére és minősége határozza meg. Elnökként hogy látod, milyen állapotban van most jelen pillanatban Magyarországon a sakkni sportág? Biztató állapotban van a sakk utánpótlása. 156 versenyző vett részt itt 4 korcsoportban, U8, 10, 12 és 14-es korcsoportban, fiúknál, lányoknál. Ezen a versenyen ez egy magas szám, ez egy kimemelkedően magas szám, és nagyszerű eredmények is születtek. Van 2-3 olyan kimagasló tehetségünk már 8 évesen, 10 évesen is a sakkban, akiknek nagyon fényes jövő vár, és természetesen még magasabban 12-14 éves korban pedig már ennél is komolyabb nemzetközi eredményekkel büszkélkedő versenyzőnk is van. Muszáj is, mert hogyha azt képzeljük a sakról, már pedig azt képzeljük, hogy Magyarország továbbra is világhatalom marad a sakban, mint ahogy most is az, akkor meg kell erősítenünk folyamatosan újra és újra ezeket a versenyeket. Szerintem ez ma egy jó bizonyítéka volt annak, hogy a magyar sakk utánpótlás jó utakon jár. Miniszter úr arról is beszélt, amikor itt a megnyitó beszédét elmondta, hogy akár a képzésben, tehát az általános iskolás képzésben is helyet kaphat a sport, és örülne annak, hogyha ez a sportág, mint fejlesztő sportág is része lenne a magyar tanításnak, illetve annak a felkészítő munkának, ami a gyerekeket a jövőre készíti fel. Magyarországon több mint 300 óvodában és közel 600 iskolában tanítják a sakkot. Valamilyen formában, vagy délutáni
szakköri keretek között, vagy beépítve az oktatásba. Ez egy magas szám, ez nemzetközileg is kimagasló a magas számám, és nem a 600-ról beszélek, hanem az arányról, amekkora arányban van jelen a sakk az óvodákban és az iskolákban. Tanulnak tőlünk a világországai abban, hogy hogyan kell a sakkot beépíteni az oktatási rendszerbe. Nyilván az lenne jó, nekem, mint a sakkszövetség elnökének, nyilván nem is lehet más célom, mint hogy azt mondjam, hogy minden egyes iskolában legyen jelen valahogyan a sakk. Hogy ezt mondom délutáni foglalkozásban, vagy beépítve az oktatásban, ez egy másik kérdés. A sakk rengeteg mindenre ránevel, nem csak talán azok, akik számára a sakk, az nem feltétlenül mindennapokban követett sportág, annak talán a matematikához kötik a leginkább, de ez nem feltétlenül van így. A sakk gondolkodása, a sakkban elsajátítható stratégikus gondolkodás, a sok minden más tantárgynak és képességnek a kifejlesztéséhez is alkalmas, úgyhogy ezért is ösztönözzük, hogy minél több óvodában és iskolában legyen jelen. Olimpiai tehetségeket nevelő sportágról van szó, és ennek a versenynek is a neve Olimpiai Reménységek tornája volt. 2024-ben sok sportág után Magyarország ismét egy sportágnak talán lehet azt mondani, a világ tetejét, csúcsát fogja helyszínéről adni, hiszen itt kerül megrendezésre az olimpia. Ezeknek a kis fiataloknak, akik most itt 8 évesek, 10 évesek, 14 évesek, mi az a reális időpont, amikor olimpián versenyezhetnek, hiszen arról is volt már példa, hogy gyerekként felnőttek ellen versenyeztek. Hogyne, 14 éves srác vagy lány számára ez nem elképzelhetetlen, ugye 2 év múlva 16 éves lesz, 16 évesek bőven játszanak már adott esetben olimpiai versenyen, sakkolimpiai versenyen. Ugye házigazdának lenni azért fontos egy sakkolimpián, mert a házigazdának lehetősége van arra, hogy nemenként 2, akár 3, nagyon szerencsés esetben akár 4 csapatot is indítson. Úgyhogy a pálya az nyitva van, ha nem is az A válogatban, talán nem is a B-ben, de a C válogatottban odaférhetnek olyan fiatal tehetségek, akik lehet, hogy most Tapolcán játszottak az Olimpiai Reménységek tornáján, de 2 év múlva odaérhetnek a magyar válogatottnak, ha nem is az élmezőnyébe, de minden esetre olyan helyre, ahol akár az olimpián is képviselhetik Magyarország színeit. Az eredményhirdetés kapcsán hallattuk azt is, hogy most itt véget ért egy verseny, ugyanakkor a munka nem áll meg, egy újabb versenyre, egy újabb megméretetésre készülnek. Mi a jövő, mi az a terv, amit kitűzött maga elé a szövetség, és mit kell elérni még az elkövetkező időben? Egy új típusú ifjúsági versenyeztetési rendszert indítottunk be ebben az évben. Korábbi években akartuk már, de a járvány ezt lehetetlenné tette. Ez az úgynevezett Grand Prix rendszer. Ami azt jelenti, hogy az ifjúsági versenyek nem önmagukban állnak, hanem egyfajta láncolatot alkotnak, és ennek a láncolatnak a győztesei azok külön díjazásban is részesülnek, és a legjobb ráadásul egy országos döntő keretében mérik össze a tudásukat. Erre készülünk, meg erre készülnek a versenyzők is. Egerben kerül majd megrendezésre az országos döntő a 10 legjobb játékos részvételével korosztályonként és nemenként. Hatalmas akaraterőt és kitartást követelő sportágat választott magának Zámbó Gergő, aki a testépítésben egyre szebb eredményeket ér el. Sok szeretettel köszöntelek itt a stúdióba, Gergő. Pár héttel ezelőtt beszélgettünk a Facebookon, és akkor azt mondtad, hogy egyelőre még nem jössz haza Budapestről, de hogyha hazajössz, akkor mindenféleképpen találkozunk és beszélgetünk az eredményeidről, és hát érdemes volt várni, hiszen újabb érmekkel, újabb helyezésekkel büszkélkedhetsz, értél az utolsó hétvégén egy nívós versenyen. Kérlek, mesélj ezekről az eredményekről. Igen, hát köszönöm szépen a meghívást. Igen, most hétvégén ért véget az első komolyabb versenyszezonom. Naturál testépítésen belül most itt sikerült egy novice harmadik helyet megszerezni, ez egy újonc kategória, első versenyes úgymond, és open testépítésben, magas testépítésben pedig egy ötödik helyet sikerült megszerezni most hétvégén. És a korábbiakban is szép eredményeket értél el azok? Így van, volt összesen 4 versenyen volt így a szezonban. Volt 2 verseny, ahol második helyet sikerült megszerezni klasszikus testépítésben. Ezek nem naturál versenyek voltak, illetve volt még egy naturál verseny, egy ugyanúgy IMBA szövetség által szervezett verseny Pozsonyban, ott pedig harmadik helyet sikerült magas testépítésben megszerezni. Elhangzott most itt pár fogalom, illetve pár kategória. Kérlek, hogy segíts nekünk, mit jelent az, hogy naturál, mit jelent az, hogy open? Szóval ezek a kis jelzők, ezek pontosan Hát ugye a naturál, nem naturál az ugye abban nyilvánul meg, hogy teljesítményfokozó szerek használatával vagy anélkül indulnak versenyeken,
itt igazából a versenyen itt annyi nyilvánul ebből meg, hogy a naturál versenyeken ott vannak doping ellenőrzések, lehetnek doping ellenőrzések, szúrópróbaszerűen, vagy pedig, ahogy ezt a, igazából a bizottság ezt gondolja, vagy kim vannak a megfelelő emberek, illetve ugyanúgy, ahogy a más sportoknál, vagy akár olimpiai sportágaknál a vadának a doping listája szerint működik, tehát hogy ott megvannak a tiltott szerek, hogy miket nem lehet használni, és akkor ez alapján bonyolítják le a versenyt. Akkor hát ugye nem naturál versenyeken ezek nincsenek meg, illetve hát ugye open testépítés, klasszikus testépítés, ugye ezek különböző kategóriák így a testépítő versenyeken belül. A klasszikus testépítés az, amire azt szokták mondani, hogy így a 70-es években Arnoldéknak a vonala, tehát hogy azt a fajta testépítést, azt az arányosságot, comb, váll, mellkas, hát, tehát hogy ezt próbálják visszahozni a testépítésen belül, nem feltétlenül az akkora izomtömeg, mint mondjuk egy open kategóriában, ez a nyílt kategória, a rendes testépítés, hanem egy arányosabb fizikumot próbálnak ott megmutatni. És hát egyébként naturálként ebbe a vonalba lehet érvényesülni mondjuk egy nem naturál versenyen, tehát ebbe a klasszikus testépítés kategóriába. Naturál versenyen meg hát ugye indultam a novice-ba, ami ugye újonc volt, amit már mondtam, illetve ebbe az open kategóriába, ugye rendes testépítésben. Azt gondolom, hogy első évadnak, vagy első versenyszezonodnak ezek az eredmények mind-mind büszkeségre ad okot. Rengeteg munka lehet ebben. Az embernek a saját testével kell foglalkoznia, ugyanakkor az elméje az, ami sokszor határokat szab, és azt mondja, hogy most fáradt vagyok, most nem akarok elmenni edzeni, nem akarom most megcsinálni azt a gyakorlatot, ami tudom, hogy fájdalmat fog okozni. Hogyan lendülsz te át ezeken a holdpontokon? Így van, hát ugye ez konkrétan nekem egy fél éves diéta előzte meg ugye ezt a versenyszezont. Én ezt november 29-én kezdtük el ezt a diétát, onnantól kezdtük el ugye lecsökkenteni a szénhidrátot, onnantól megvolt, hogy miket ehetek, miket nem ehetek, megvoltak, ugye hát az edzés az fixen megvolt. Nekem is ugye ott van az edzőm Pesten, ő egy teremben is dolgozunk, egy teremben edzünk, úgyhogy ő nap mint nap látott azért, úgyhogy ez így könnyebbség volt nekem, úgymond, és akkor hát nyilván ugye egyre jobban, ahogy mentünk bele a diétába, egyre több kardió, egyre több edzés, egyre kevesebb kaja, tehát így azért ez így folyamatosan ment, és hát igen, egyébként az utolsó egy-két hónap volt, ami így mentálisabban nehéz volt, vagy nehezebb volt, ott át kellett lendülni azért dolgokon néha, de igazából folyamatosan az vitt előre, hogy egyrésztről az, hogy már mennyi van mögöttem, tehát ott már azért jó pár hónapot végigcsináltam, teljesen becsülettel, nem csaltam bele a diétába, mindent úgy csináltam, ahogy az edző mondta. Ez nyilván azért hajtott, meg vitt előre. Másrészt meg hát közeledtek a versenyek egyre jobban, és egyre javult a forma, pózoltunk, ugye egyfolytában néztük, és hát ott voltunk, hogy hát jó, mindjárt verseny, most már oda kell tenni, most már muszáj, úgyhogy igazából ezek hajtottak végig előre. Hogy lehet azt mondani, hogy a testépítés tulajdonképpen egy akárhogy is hangzik, egy fiatal sportág. Hiszen említetted ezt az Arnold Schwarzenegger féle olimpiát, ami ugye 70-es évek környékén vetette meg a lábát úgymond a sportvilágában, és azóta viszont óriási fejlődésen ment keresztül. Évről évre lehet látni azt, hogy a testépítők egyre nagyobb izomtömeget jelenítenek meg a színpadon, illetve akárhogyha magát a súlyoknak az emelését, bár ugye ez szorosan nem kapcsolódik ehhez, de mégis rengeteg videó kering az interneten, hogy egyre nagyobb, egyre nehezebb súlyokat emelnek meg. Neked mi az, ami a nehézséget okozza? Melyik az a testrész, ami szerint egy gyenge pont, vagy nehezebben állsz neki? Itt a polcán én úgy vettem észre, amikor egyszer-kétszer lementem a terembe, hogy a lábnapot azt szeretik el sunyogni az emberek. Igen, egyébként az jellemző, főleg az ilyen úgymond hobbisták körében, hogy hát a lábnap az nem a kedvenc. Nehéz testrész, nagy testrész, rohadt fárasztó, már bocsánat, megedzeni. El szokták hagyni, de alapvetően, amikor már ilyen versenyszituációban vagy egy versenyfelkészülésről van szó, minden testrészet ugyanúgy megedzed, ugyanúgy lemész. Nyilván lesz, amit szívesebben, vagy lesznek olyan gyakorlatok, amik úgy könnyebben mennek, mindenkinek megvan az erőssége, a gyengesége,
De ugye ezeket próbáljuk azért így szintre hozni minél jobban, hogy ne legyenek nagy eltérések. Egyrészt ugye a fizikumban se nyilvánuljon meg, hogy nincs arányban, mert akkor ott az azért a színpadon nem mutat olyan jól. Úgyhogy nyilván itt az edzésekben is ugyanezt próbáljuk megtenni, hogy mindent hasonlóan felhozni egy szintre. De nekem most, ami gyengesség, az a mellett mondanám például, amit jobban fel kell hozni, de próbáljuk tényleg mindent azt ugyanúgy csinálni, hogy egy szintben legyen és arányosak legyünk. Hogy néz ki egy heted, egy felkészülési időszak? Említetted azt, hogy novemberben kezdődött most ez a versenyszezon, úgymond, de mégis a hétköznapokat hogyan kell elképzelni? Hát a hétköznapok az főleg most az utolsó hónapokban volt érdekes, inkább azt mondanám. Ott úgy nézett ki, hogy heti 6 nap edzés, abból súlyzós edzés az 2-szer volt egy nap. Tehát úgy nézett ki, hogy hétfőn kedden 2 súlyzós edzés, szerdán 1 súlyzós edzés, csütörtök pénteken 2 súlyzós edzés, és akkor szombaton 1 súlyzós edzés. Ezek voltak a súlyzós edzések, ezen kívül volt reggeli gyomros kardiom, az heti 7 nap, tehát az minden reggel 1 óra. Illetve ezen kívül volt még délután a második súlyzós edzésem után még 1 óra kardió. Tehát mondjuk egy hétfői nap az úgy nézett ki, hogy akkor egy ilyen 4:30 körül kelés, kardió, akkor a kardióval megvoltam reggeli, mentem be, ugye nyilván tartom az edzéseket, dolgoztam, akkor utána valamikor délelőtt 9 és 10 óra között elkezdtem az első súlyzós edzést, az egy olyan 1-1,5 óra, utána akkor megint ettem, ott akkor megint tartottam edzéseket, ott volt egy úgymond pihenő a két súlyzós edzés között, akkor ott általában ez az evés, edzéstartás, stb. Kicsit rendbe szedtem magam, és akkor ilyen délután 1-2 óra körül kezdtem a második súlyzós edzést, szintén 1-1,5 óra, és akkor utána rögtön volt 1 óra kardió. És akkor az azt jelenti, hogy általában ilyen 4 és 5 óra között végeztem, akkor ott megint szintén ez az evés, illetve fürdés, rendbe szedtem magam, stb. És akkor onnantól meg este 8-ig ben voltam a teremben, edzést tartottam. És akkor olyan 9 körül haza, aztán kaját csinálni másnapra, stb. 10-11 körül fekvés, aztán 4:30-kor megint. Jó hallani az, hogyha valakinek a munka a pihenés. Te említed azt, hogy a két edzés között pihentél, és közben edzést tartottál másnak, és segítettél nekik formába tartani a testüket. Ez egy 0-24 órás munka, hogyha abszolút. Jól érzem, és jól értem. És tényleg még az alvásra is oda kell figyelni, hogy megfelelő szintű legyen az alvás, minőségű és mennyiségű. Nagyon nehéz lehet ezt. Akár család, nem tudom, hogy párkapcsolat hogyan áll. Igen, barátnőmmel élek együtt, úgyhogy igen. És ő ezt hogyan viseli? Hát szerencsére nagyon jól tolerálta, és ott segített, ahol tudott. Tehát, hogy tényleg hatalmas köszönetet tartozom neki is ebben az egész felkészülésben, mert nagyon sokat segített, és tényleg próbált kisegíteni minden, most ha akár csak a főzést nézzük, vagy mondjuk egy mosogatást, vagy bármit, ami egy otthoni teendő, amire mondjuk már nem biztos, hogy úgy volt időm, akkor nyilván nagyon sok mindenbe kisegített, úgyhogy ez nagy könnyebbség volt nekem is. Említetted azt, hogy első idény. Mi a cél, hova szeretnél eljutni, hiszen ennek a sportnak is vannak csúcsai, mi az, amit szeretnél elérni? Így van, hát a következő cél, amit így kitűztünk úgymond ilyen hosszabb, rövidebb távon, most úgy fog kinézni, hogy lesz egy ilyen tömegelős szakasz, tehát egy tömegnövelés fog következni. Ez általában nekünk ilyen hosszabb, egy ilyen másfél év lesz most, mert az előző az így rövidebb volt, úgyhogy most egy ilyen hosszabb, minőségi másfél-két év, ami azt fogja jelenteni, hogy én 2024 tavasszal fogok legközelebb indulni versenyen. Ott ugyanígy ez a 2023 novemberében kezdjük majd a diétát, és akkor ott, ami cél lesz nekem mindenképpen, az egy világbajnokság. Tehát tavasszal van általában a naturál világbajnokság, oda szeretnék mindenképpen kijutni. Illetve hát későbbiekben majd a nagy cél az a naturál olimpia lenne, amit ugyanúgy Las Vegasban rendeznek, mint a Mr. Olimpiát, a másik nagy versenyt a testépítésbe, úgyhogy oda kikerülni az lenne nekem egy nagy cél. De most egyelőre úgymond rövidebb távlatokban egy világbajnokságra szeretnék kijutni, és ott megmutatni egy komoly formát. Lépcsőről lépcsőre, gramról gramra építed magadat, és úgy látom, hogy a terveidet is. Ehhez kívánok sok sikert, és hogyha akkor ezek szerint 2024-ben lesz a következő olyan eremény, amiről majd beszámolhatunk, reméljük, hogy ez egy nagyon szépen csillogó érem lesz. Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, Friss Sport magazinnal legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk, addig is viszontlátásra.